Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az évvégi záróvizsgára készülünk. Aktuális leszkénkben továbbra is a mérések téma köréből középszintű feladatokat oldunk meg. A feladatunk szövege így szól. Festbe a helyes oszlopban lévő köröcskét, ha az állítás helyes, vagy pedig a nem helyes oszlopban lévő köröcskét, ha az állítás nem helyes. A táblázatunkban három állítást láthatunk, Mindegyiknél kerekítenünk kell. Emlékezzünk vissza a kerekítési szabályokra. Ha az első elhagyott számjegy 0, 1, 2, 3 vagy 4, akkor úgymond lefelé kerekítünk, viszont ha az első elhagyott számjegy 5, meg még valami más, vagy 6, vagy 7, vagy 8, vagy 9, akkor pedig fölfelé kerekítünk. Nézzük ezt a konkrét esetekben. Az első állításunk szerint a 109,2 számhoz Legközelebbi egész száma 110. Kerekítsük tehát akkor ezt a számot egész számmá. A határunk az most a tizedes vesző helyé lesz. Az első levágott szám egy a 2, mivel az kisebb, mint 5, így akkor megmarad a 109. Így viszont láthatjuk, hogy az állítás, mely szerint a legközelebbi egész száma 110, ez nem lesz helyes. Tehát akkor a nem helyes oszlóban lévő köröcskét befestjük. A következő kerekítésre váró szám a 3,4556, és az állítás szerint ehhez a számhoz legközelebbi szám, amelyben egy tizedes szám egy szerepel a 3,5. Kerekítsük akkor ezt a számokat egy tizedesre ami azt jelenti, hogy az első tizedes után, vagyis a négyes után meghúzom az elválasztót. Az első elhagyott szám egy ötös, meg még utána van más is, ez úgy veszük, mint hogy a hatos lenne. Így akkor, mivel öt vagy attól több, az utolsó megmaradt szám egyet növelem egyel, tehát akkor nem 3,4 lesz, hanem 3,5. Pontosan ugyanez szerepel az állításunkban is, így akkor ezt láthatjuk, hogy ez helyes állítás. És maradt még a harmadik állításunk, melyben a 499,4 számhoz Legközelebbi egész szám az 500. Ezt a számot is egész számra kell kerekíteni. Tehát ahol a tizedes vessző van, meghúzzuk a határt. Az első levágott szám egy viszont 5-től kisebb, így akkor a 499-et nem növelem meg egyel, megmarad csak 499. Ez viszont ellentmond az állításunknak, így akkor az utolsó sorban a nem helyes oszlopban lévő köröcskét befestjük. És ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!